Már megy. Már megy az élő, elrontod a legelejét. De azért szeretlek. És kinyugodtam rá. És kinyugodtam. Nagyon szeretlek. És hangosabban? Na, jó estét kívánok minden kedves, egyes és bárhonnan jövő tankos figurának, arcnak. Sziasztok, hello, 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 hello. Az van, gyere. Együtt blitzelünk. Nem tudom, hogy ti hogy vélekedtek erről, de szerintem ez már egy nagyon nagy és meglepő szám. Legalábbis számomra biztos. Próbáltam kicsit későbbre időzíteni a live-ot, hogy ilyenkor már tudja, hogy mindenki otthon van, mindenki bejött a melegről, mert már nincs meleg. Úgyhogy ez volt a terv. Sziasztok, hello, hello mindenkinek. Michael az első, hello Michael. Szia Mikey. Szoszi. Jól mondott, testvérem. Hú, mi ez itt? The doctor will see you now. Lát minket a doki. Hogy hívják ezt a... Ja igen, doctor disrespect. Nem bannolták valahonnan? Vagy bocsánat, itt kicsit ki bubarékoztam. Taci, szavaz, Taci. Hol halljam? És nem látszik a sötétben, de van. Tacikám, ne aggódjál. Hangkép jó. Köszönöm, Mikey. Te vagy a legnagyobb király, hogy ezeket mindig megírod. Imádlak. Kösz. Gyorsan véglapozom, hogy miket mutat itt. Igazából ezt a kettőt. Get ready to win. Miért pont? Ja, hogy értem, hogy lehet szerezni avatárt és profil backgroundot. Nagyon jó. Hát gyerekek, annyi minden van itt a szülinap kapcsán, hogy nem is tudom, honnan kezdjem. Igazából ugye van először is egy ilyen kis tankunk, van csomó event, van csomó akció. Tudom, hogy picit már így a közepébe csöppenek bele, vagy inkább a második harmadának a végébe. De azt gondolom, hogy még tudok azért tippeket adni, segíteni, leárazásokról beszélni, no pláne Huawei-t reklámozni, hiszen arra én mindig itt vagyok, tudjátok jól. Te peregjen, Taci, valami rage-elős, peregjen. Twitch-el volt konfliktusba, disrespect úr, aha. Jó, srácok, mindenek előtt, ami a legfontosabb ezen a csatornán, tudjátok, csak ebből létezik, csak ez mehet itt. Mi más, mint a Huawei reklám, hát mi más. De amúgy tényleg tök klassz akcióik vannak itt a szülinap kapcsán, ugye? 8 éves a Blitz, és hogyha ezt elforgatom... Ajaj. Ajajaj. Ja, várjál, itt a legelső az. Csak egy kicsit furán mutatja itt ezen a nagyszerű tabletten. Szóval az Apple-drink keresztül, aki vásárol itt a szülinap kapcsán, annak többféle fajta offer létezik. Ugye itt látható, hogy még gyakorlatilag 7 napig tud ezekkel élni. Egyfelől az első vásárlásodon 30%-nyi Huawei pontot kapsz vissza. Ugye ezek a Huawei pontok gyakorlatilag, ugye itt írja is, egy Huawei pont 1 euró local currency, aha. 1 forint inkább, azért, igen, tehát 1 euró csillag. Jó, tehát ugye egy Huawei pont, tehát akkor 1 forint gyakorlatilag, és ugye ez azt jelenti, hogy itt 30%-ban kapsz vissza az első vásárlásodnál, tehát hogyha teszem azt mondjuk, valamit veszel 1000 forintért, akkor kapsz 300-nyi Huawei pontot ugye vissza. Arra figyeljetek, hogy amint ugye erre rámentek a vásárlásra, és kírja, hogy sikeres a vásárlás, akkor ott alatta van egy kis fül, hogy igényelni a pontot. Sajnos arra rá kell menni, és igényelni kell, úgy tudom. Úgyhogy arra figyeljetek mindenféleképpen, jó? A Huawei pontoknál.
És akkor ugye ez az első esetes, és a több mint 15%-os. Ugye ez egy állandó akció, ez egy állandó ajánlat, tehát bármit vásároltok most az elkövetkező 7 napban, arra így fogtok visszakapni dolgokat. Amúgy vannak tök jó ajánlatok, én már egy párat meg is vásároltam, hogy ez nincs benne, csak sajnos, ugye mivel itt az Apple-ön nem tudok a Huawei fiókommal bejelentkezni, az upgrade-en keresztül ezért azt látszik, hogy nulla költésem van. Szóval ez nem tudok mit csinálni, de már nem lesz ott az offerekben, szóval igazából ezt azzal tudom bizonyítani, hogy én már nagyon gyorsan vásároltam. Ezzel persze senkit nem szeretnék arra felenyomni, hogy ezt mindenképpen tegye meg. Szimplán csak azt mondom, hogy vannak jó ajánlatok, amiket, hogyha nem tudtok annyit játszani, vagy egyszerűen nem szoktatok annyit játszani, és most meg tudtok belőle valamit szerezni a gold által, vagy venni, akkor arra érdemes lecsapni. Azt mondja, hogy ajánlat 2-es napi bónusz, azt mondja, hogy minden elköltött gyakorlatilag 0,9, gyakorlatilag 1 euró után egy esély, maximum 3 esély naponta. Tehát tudunk itt pörgetni. De itt amúgy marha jó kis nyeremények vannak, azt mondja, hogy 5 eurós kupon, 1 eurós kupon, nyilván azt fogja a legtöbbször kidobni, 500 eurós kupon, Huawei karkötő, Huawei karóra, és ez sem ilyen karkötő, hanem inkább ilyen, tudjátok, ez a egészségügyi kis buli, nem tudom, hogy mondják ezeket, pontosan mi a gyűjtőnevük nekik, majd valaki biztos beírja a chatbe, előre is köszönöm, és egy Huawei Pot, tehát nem ez a zsinóros, hanem csak a sima Android telókhoz, tök jó, oké. És akkor hármas ajánlat, azt mondja nekünk, hogy gyűjtődnek szépen a aha, tehát itt számolja azt, hogy mennyit költöttél 14-e és 30-a között, és attól függően, hogy mennyit kapsz, vagy mennyit költöttél, ugye ezeket a szinteket lehet elérni, tehát itt annyi hasonló, mint a pörgetésnél, ugye Loyalty Rewards-ban 5 eurós kupon, 10 eurós kupon, 100 euró fölött, hogy van ez, 50 euró, 100 euró, 500 eurónál VIP Rewards, na az vajon mi lehet? Meg ugye a Huawei poccok, Free Buds, ahogy ők hívják. Én maradok a pocnál, mert én AirPodsokat használok, úgyhogy bocs, emiatt a áthajlás miatt azt mondja, hogy tabletet is lehet nyerni. P40, a Huawei P40-es, 128 GB-os, és egy Huawei Mate XS, hogyha jól látom, hogy marha nagy tablet. Ezeket el lehet nyerni, vagy hát megszerezni ugye a költött eurószám szerint. Én ezt a részét semmiképpen sem javasolnám senkinek. Inkább ezt a pörgetőset, ebbe tök jól lehet járni szerintem, pláne hogyha okosan, tehát minden nap csak egy nagyon keveset költesz, mondjuk, amit amúgy is elköltenél. Meg hát nyilván a pontokat érdemes gyűjteni, és figyelni minden vásárlás után, hogy azt, hogy igényeljük. Jó? Úgyhogy ennyi a lényeg. Upgrade-en keresztül kell bejelentkezni a betett neki a forgatás, csak ez azért rossz. De ciki, már megint ez, komolyan nem hiszem el. Hang sincs. Pedig a hang az előbb.
édes Istenem. Na, most talán. Oké, na, elvileg most visszatért minden. Itt a R-szervel egy picit megvadult. De jó, oké. Azt hiszem, hogy észhez tértünk. Klassz. Oké. Jó, sorry gyerekek, hát így van ez. Tehát nincsen live technikai hiba, vagy bármiféle anomália nélkül. Úgyhogy igazából én már szinte ezt élvezem. Remélem valamilyen szinten, azért ti is tudjátok. Na, úgyhogy van ez a csodálatos High Score nevezetű tankunk. Egy kicsit egy ilyen kis troll tank ő, hiszen van egy T5-ös tank, egy csodálatos T5-ös ágyúval, aminek kétfajta heat lőszere van, és egy HE 282-50 és 400-as alfáér, 110-132 és 55-ös sebzéssel. Én még, hogy őszinte legyek, nem gurultam vele, úgyhogy az itt látott felszereléssel elmegyek egy karikára, jó, hogy azért így a szülinapi tankot is picikét gorcsóval vegyük, vagy legalábbis lássuk, hogy milyen akcióban. Kedves egészségedre, drágám! Közben akinek már volt valami tapasztalata itt a szülinapi eventtel, az nyugodtan írja le, vagy kérdése van, akkor azt vesse föl. Az a terv igazából, hogy egy-egy csatát itt gurulok, és akkor közben megnézzük, hogy mit tudnak ezek a szülinapi akciós sztorik jó, hogy mire jó, merre érdemes menni, mit érdemes használni belőlük, stb. BZ igazából, nem? Nem teljesen értem most, Gergő, a kérdésed. Lehet, hogy nagyon kapkodva írtad le, és egy-két betűbe keveredett. Kíváncsi vagyok a lőszersebességre. Milyen gyorsan száll ez a robbanós kuló, mert szerintem túl gyorsan nem, de nagyon jó az a felirat. El lett találva ez a 8. szülinap szerintem. Ilyen szempontból. Kicsit vadabbra veszem a figurát. És lassú ez a... Ez. Majd egy picikét kevesen veszünk. Ez a művelethez. Pláne baj nekem, ugye csak robbanó lőszerén van, tehát az akadályokon átlőni nem tudok. Ez neki volt. Kicsit menjünk hátrébb, Sherman pajtás, csak olyan jó tudsz pozícionálni. Szomorodjál el. Azt a vödörgöbörület, ezt ki kéne hagyni. Az STRV-t el lehet kapni, talán mind a kettőt. Mr. Lee nem figyel, hát figyelj, saját tírbe azért elég pusztító tud lenni. Ahogy látom. Értem én, hogy azt szeretnéd te mondani, csak... Tildus, Matildus. Levettük a trekkét, csodálatos sír. Az a baj a bödörgöbörrel, hogy jó a páncélzata. Valahát meg lehet csípni szerencsére. Talán kijön még egy mafnásra, de nem.
Oh yeah. Figyelj, amúgy ez nagyon jó, jó pofa kis trolltank, szerintem. Legalábbis így saját térben. Abszolút megállja a helyét. Nem meglett az is. Hoppá! Többen lettünk közben. Hello, hello, sziasztok! Azt mondja, nézted a négylövés meccset, amit az angoloknál kiosztottunk? Néztem, igen, ráadásul hölgy koszorúban, képzeld el, kedves Mikey, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Amúgy is a társaság is jó volt, nagyon klassz volt, jobb nem is lehetett volna. A legjobb volt! Úgyhogy tök klassz kis élmény. Mi rendesen készültünk rá, úgyhogy meg is lepődtünk, de nagyon jó, klassz meccs volt, és tényleg le a kalappal a srácok előtt. Történelmi eredmény. Azt most hagyjuk, hogy ez a Nemzetek Ligája mennyire komoly. Nyilván itt vannak megkérdőjelezhető szálak emiatt, mármint komolyságát tekintve a dolognak, de kaptunk egy ordert Dr. Disrespect-től. De ez akkor is egy megkérdőjelezhetetlen, megsüvegelendő eredmény. Mennyit lehet eladni első kérdés Gergőtől? $250 lehet eladni ezt a tankot. Nem igazán éri meg eladni sem szerintem. Szia Jeriko, hello, hello, hello! Hogy vagy, jól vagy, mi újság? Az ötös angol, ami régen a Firefly ágába került, és kollektatál. Valószínűleg igen, Gergő. Igen, 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 igen. Nos, srácok. Ránézünk akkor jó, hogy miket tudunk itt megszerezni. Ami a szülinap kapcsán jött, azt minden hírt megnézek, jó, és akkor kicsit átbeszéljük, lefordítom nektek, minden, ami fontos lehet, azt megemlítem, jó? Ugye van egyszer egy ez a tankotron, de szép neve van, tankotronos event, ugye ebbe szerezhető meg a C52 is, az gyakorlatilag az első lengyel, nem az első lengyel, mert van már lengyel tank. Jaj, de hülye vagyok, hát persze a európai ággal ugye már bent vannak a lengyelek. Csak hogy medágon viszont még egyáltalán nem, mert csak hevik vannak még nekünk. Ugyebár, meg egy 9-es kollektorunk van, szintén hevi, ugye az 50 TP prototypó. Más nem került még be a lengyelektől a játékba, szóval, hogy ez a tankotron event, ez gyakorlatilag ezt tudja, ugye itt annyi, hogy 100 damage-enként kaptok egy ilyen kis csillagot, és akkor gyakorlatilag ezeket gyűjtve lehet itt előre bandukolni, vagy pedig ugye golddal kiváltva. Mindösszesen 1473 ilyen kupát kell gyűjteni, és még 20-at, ha jól látom, a lishez, illetve még 10-10-et ugye ehhez a csodálatos kamóhoz, amit még meg sem néztem. Hát nem egy nagy cucc, de legalább villog, ugye mostanában ez a koncepció Wargamingnél, hogy nem baj, hogy néz ki, villogjon, legyen 3D, villogjon, valami legyen rajta, lézer vagy bármi, úgyhogy most ezek mennek. Itt gyakorlatilag nagyon-nagyon sokat kell játszani, hogy meglegyen ez a list, úgyhogy szerintem akinek van egy kis goldja, vagy most tudod kedvezményesen menni a store-ba, mutatok is egy ajánlatot, ami nekem még megmaradt. Micsoda? Ja, ez a doktor disrespektes sztori, hát ez csodálatos. Jó. Hol volt az? Valahol itt. Igen. Na, ilyen és ehhez hasonló ajánlatok vannak. Ugye Apple-n ez drágább, tehát itt például ugye van 3 kollektemólos láda, 14 nap prémium, 2500 gold, 50 mi ez, gold booster, igen, és 35 ilyen token, ez majd a másik event, a másik futó eventnek a fő alapanyaga. Gyakorlatilag, ha mondhatom ilyen csúnyán. Tehát ez ugye Androidon vagy Huawei-en keresztül megvásárolható 1600 forintért szerintem. Plusz, hogyha még tudtok rá igényelni ugye a hűségjutalmakból kupont,
akkor szerintem egy ilyen 1400 forintért, és akkor azért kaptunk meg 2500 goldot. De amúgy én azt hiszem 2500 forintért vettem egy ilyen hasonló összességű bulit, és ott 7000 goldot adott, plusz még ugye egyebeket. Szóval vannak nagyon jó ajánlatok, érdemes megnézni. Tényleg ilyen kis potom összegekért. Úgyhogy az egy jó pofa sztori tud lenni. Nem fényképeztem ugyan ki ezt az ajánlatot, de szerintem mindenkinek ott figyel a garázsba, szóval ha valaki esetleg gold hiány van, vagy úgy van vele, hogy most szeretne valamit megvásárolni, akár például ugye itt van egy csomó tank most a szülinap kapcsán, németek vannak, azt talán most itt annyira nem első körbe javasolnám őket, senki ne sértődjön meg. Például itt van a Skoda T56-os 12500 goldért, vagy azt mondja, hogy E75-es is van 6500 goldér. Lehet, hogy voltak még itt tankok, amiről lecsúsztam időközben, mert picit későn jöttem ezzel a lányval. Igen, Skoda is már csak... Hát igen, mert voltak még itt szerintem... Ja nem, itt vannak basszus, de csacska vagyok. Azt mondja, hogy hát ami... Említésre méltó, azt szerintem ilyen Tier 8-tól kezdődik, például a T95-ös Chieftain nem egy rossz tank, az FCM sem egy rossz tank, jó, nem a legjobbak, de mennyi ez 4000 goldér, azért nem egy rossz szoftver, azt gondolom. T54 Prototype 4500-ért nagyon jó, Skoda T27, hát az már 7500, a Progetto 7500-et ér, az biztos. És van még Object 260, aki esetleg sok ideje vadászik már rá, az most még 130 ilyen blitzes tokennel meg is tudja azt is venni. Gyorsan közben áttérek ide, akkor a másik eventre, nem, akkor ez a másik. Ugye itt lehet bedobálni a tokeneket. Ugye például, hogyha megveszitek azt a Object 260-ast, a Tier 10-es 260-ast, akkor azért kaptok 150 tokent, ami arra jó, hogy itt mondjuk például ezt a PZ4-est kiváltsátok már, ugye ez a trollágyos PZ4. Itt olyan túl nagy sztorik nincsenek, gyűjtői darabok vannak, esetleg Gamebox konténer, ebben mi a francos van? Nem, de különlegesebb, vagy hát talán nem olyan mindennapi prém tankok, Tier 8-tól Tier 10-ig, igen. És ez a kérdés, aha, erre voltam kíváncsi, hogyha amik már megvan a helyet, sajnos csak kreditet kaptok, az se ilyen rosszul persze, de azért a goldnak mégiscsak mindenki jobban örül, pláne hogyha már 850 ilyen event materiált rááldozunk, úgyhogy hát itt nem is tudom, igazából tényleg a Kunze Panzer, ha nincs meg valakinek, vagy a PZ4, esetleg ez a tigeres profil background, ami azt hiszem még Battle Pass-ba volt megszerezhető, illetve a J5 LC BIS tök jó mondjuk egy event, vagy hát nem ilyen event, hanem tudjátok, ilyen játékmódokhoz, mint például van most a Big Boss is, Gravity Force is van, az azt hiszem inkább a Burning Games-be, meg a Mad Games-be szokott jó lenni, az a J5-ös LC, vagy poén lenni ugye a hílelés miatt. A nagy TPM, meg sok lőszere miatt, tehát olyan sok lőszere nincs, de legalább gyorsan tölt, mert nem, azért annyira nem szokott kifogyni. Úgyhogy így szépen áttértünk az egyik eventről a másikra, de itt nagyjából ez a lényeg a tankotronnál jó. Hogy játszani kell, lőni a damage-et, ugye érdemesebben miatt szerintem Tier 8-tól 10-ig játszani, ki hol ügyesebb, és akkor úgy előre haladni. Na közül megy a riasztás is, tudtam, hogy ez sem maradhat el, úgyhogy köszönöm szépen a túlhevülést a számítógépemnek, hogy ezzel is megtámogatta a live-ot egy picit. Azt mondja, hogy ezt nem értem, hogy várjál, azt mondja, hogy dobja be egy coint. Ja. ...45 csatát kell menni összesen? Azt hittem jóval többet. Akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam, srácok. Akkor mégiscsak elég könnyen begyűjthető ez a tankerini. Ez a C52-től is. Mondjuk akkor összesen 45 csata, és akkor nyilván minél több damage. Aha.
Jó, hát akkor többet nem játszok a high score-ral, mert itt a végén még nem lesz meg a high score, ha értitek. Hát gyakorlatilag igen, Gergő, azt hiszem, hogy kisebb az alfája, de mindjárt megnézzük, hogy mit tud ez a C52-es, hogy nem írja ez a fránya. 290 HP. Annak Type 59-nek szerint... Szerintem 3-10-es, nem? Vagy nincs annyi? 280. Szomorú. Mondjuk igen, ez nem a... Ez egy kis... Aha, igen, ez csak 100 millis ez az ágyú. Ez kemény, hát gyakorlatilag ez a C-52, ez egy ilyen tier 7 és feles tank. Ugye Wargaming azért szokott ilyeneket sajnos csinálni. Na, közben elértünk itt a negyedik héthez is. Hú, egy kicsit bele kéne húznom a Bartlepasba, le vagyok maradva. Elég szépen. Elég szépen. No, azt mondja, hogy akkor tankot ront, nagyjából igazából megbeszéltük. A bónusz level event, ugye az konkrétan erről szól, ugye, hogy igen, tudtok a collect tokens, igen, ezeket csak a boltból tudjátok venni, ugye? Ezeket, tehát hogyha vásároltok valami bundle-t, akkor a mellé jár, és akkor azt tudjátok felhasználni. Ugye ebbe a bonus level eventbe, amit előbb mutattam. Tényleg, Geri, hogy vagytok, basszus? Ezt írd már meg, hogy minden oké-e. Most már veled is, meg a többiekkel. De hogyha itt vagy, akkor remélem, igen. Na, és hát ugye lehet nyitogatni a ládát, azt én most itt ki is nyitom. Ugye ez a 7-8 lesz nekem az aktuális szerencsére, de minden. Tehát itt igazából annyi a lényeg, hogy július 20-án, ha beléptek, akkor tudjátok ugye claimálni, begyűjteni ezt a ládát, és ugye ez igazából annak megfelelően adja a rewardokat, amennyi ideje játszotok ezzel a nagyszerű játékkal. Nekem ugye szerencsére ez a legrégőbbi, 7-8 éves, ha megtalálom, igen, itt van. 8 Victorious Years Container, és ugye ennek megfelelően azt is hajítja nekem. Profile Background, Camouflage, Certificate, Camouflage, Avatar, 80 000 XP, 800 Gold, tök jó, tök jó. Ez egy minden évben egy nagyon klassz kis megnyilvánulás Wargaming felől. Úgyhogy ennek azért lehet örülni, azt hiszem. Mindenki kap egy... Ó, és milyen jól néz ki. Kicsit barokkos, de jól néz ki. Már lassan annyi event lesz itt bal oldalt, hogy a tabletemen nem fér, nem tudom, ez telefonon hogy fér el nektek. Már aki telefonon játszik. Úgyhogy kapunk, tehát ugye van kétfajta eventünk, kapunk szünnapi ajándékot, a high score-t össze lehet gyűjteni, és akkor van itt még különböző in-game akciók, ugye X5, tehát ötszörös szorzó, aki nem értené, vagy aki még csak most kezdte a játékot, ugye az azt jelenti, hogy az ötös szorzó gyakorlatilag meg ötszörözi a győztes csatában lévő teljesítményedet, tehát mindenből a ötszörösét kapod. XP-ből, Free XP-ből, Crew XP-ből, Creditből nem. Ez csak tapasztalati pontra vonatkozik. Hát a szokásosok igazából ugye lárazások vannak, tier 2-től 5-ig 50% kreditér, ugye, vagyis most kreditről beszélünk,
6-tól 8-ig 25, 9-től 10-ig 15%. Prémium tankokon szintén a szokásos, nem fogom elsorolni, mert ő általában ugye egy nagyobb eventekkor, tehát ugye karácsony, szülinap, végé szülinap, Gamescom, újévi akciók, stb. Stb. Ezek a típusú akciók szoktak lenni, meg lehet látjátok a képernyőn is, úgyhogy ezt szerintem fordítanom sem kell, ez nem egy nagy megfejtést igénylő buli. Ami esetleg fontos lehet, hogy az equipmenteken is ugye 30% akció van, a kredit, nyilván a kreditről beszélgetünk szintén, hiszen kreditben van megadva az equipmentek, azoknak az ára. Ez egy tök jó akció azoknak, akiknek nincsen felszerelve a tankjuk. És ha megnézem ezt a Dr. Disrespectet, hogy ennek mi értelme van pontosan. Hát igazából egy ilyen diszrespektes stílusban lévő kommunikáció és avatar, illetve animált kamó, az mondjuk jól néz ki, ez teljesen jól néz ki. És ez nem egy nagy sztori. Szóval gyerekek, nagyon sok mindenünk van itt a szülinapra, igazából nincs is mit más csinálni, mint beugrani a játékba és gyíkolni. Megyek is a kört a T57-essel. Meglátjuk, mit áll a jó Isten. Az igen, Gergő. Ez azért említésre méltó, majd mindjárt felolvasom, hogy mit értél el. Na gyerekek, tier 10 szinte full, mert csak két 9-es van, azok is az egyik TD, a másik mondjuk heavy. A másik gyakorlatilag egy, mert hogy a 9-esek közül az egyik az egy tier 10-essel felérő heavy. És hát egy gyakorlatilag egy tier 10-essel felérő TD is. Nem vagyunk könnyű helyzetben, legalábbis az ellenfélnél, mert nálunk csak egy becset van. Ugyanaz kapott buffot itt az utóbbi időben, de így a tier 10-es mezőnyben, ha csak nem túl ügyes vele valaki, akkor azért olyan sokat sajnos nem ér. Cucc. Ő igen. Nagyjából erre próbáltam mutatni. Na most én itt rohadt rossz helyen vagyok. Azt hittem, hogy nem lesz itt az ellenfél ennyire. A dobogyságban is tudnak verni. Tehát itt ez baj. Itt abszolút csapdám vagyok, ez sajnos. Mohó voltam. Nem kicsit nagyon. Akkor van szerencsém, hogyha most például nincs. És engedtem ezt a csatát. Azért még lepattant az S100, de ebbe ennyi volt. Nagyon bevágódtam ide. Most egy kicsit ezt túl gondoltam. Menjünk valami lightosat. Ezt jobb szeretem. Hát ha az emem is kedvezőbb lesz. Szóval Gergőnk, a legjobb kérdezőnk itt a csatornám, elárulta, hogy 6 év alatt 32 csatával 150 tankot sikerült kifejleszteni, vagy összesen megszerezni, ezt pontosan nem írja, nem tudom. Ebből 39 prémium, ebből 13 8-as, nyilván a prémium között van kollektor is, gondolom, és 24 tízes full ingyen és bérmentve. Ez igazán szép eredmény, azt gondolom. Közben itt az új Castillán robogunk, megnézzük, hogy itt föl lehet-e menni továbbra is, szerencsére igen. Picit más utakon, mint eddig, de az a jelenlegi probléma. Kíváncsi vagyok, hogy itt ezt a részt hogyan alakították át.
mert hogy őszinte legyek, erről az oldalról még nem játszottam. FPS droppokra úgy látom, hogy lehet számítani, Leopárdom ennyire sírt, akkor mennyi nyugodtan. Hát az a baj, hogy van egy focs, meg egy jágtiki. Talán őket. De szép. De szép. Jó, hát ez így nem jó. Sőt, nagyon rossz. Mert itt a régiek szerint át lehet menni. És van fedezék is, van. Ez itt nekem jó, mert hogyha én az E50, már pedig miért ne jönne? Nem tudom, hogy jutott be, de nem is baj. Meg kell próbálni, gyerekek, mindig meg kell próbálni. Pláne, hogyha tét nélkül tudtak próbálkozni. Akkor nincs is kérdés. Most kérdés viszont az, hogy az E50 itt van-e fönt. Vagy már áttette a székhelyét valahova máshova. Ez egy abszolút rossz hír. Annyi az öröm az ürömben, hogy nincsen. Nincs öröm az öröm ürömben. Csak kimondom. Egyáltalán nincs. Ezt sem tudom, hogy ment be, de nem baj. Istenem. Picikét sebezni. Még egyet rendőrök. Teljesen feleslegesen, a vékem már rég nincs ott. Nem állunk jól közben. De az ellenfél még nem bátrabb picit. Azért azt gondolom, hogy ők jóval jobban állnak per pill, mint mi. Erre van szó. Gyertek, csak gyertek. Az E50 itt a nagy kérdője nekem. Tudom, hogy legutóbb elment a város közepe felé, de ez egy mobilis tankról beszélgetünk, tehát na, bármerre lehet azóta. Most ez az adrenalinos rakett nem jött be. Talán ezt a jót sokba tudnánk tartani valahogy. Na, 60 TP. Nem lesz meg mi.
Mert hol lett az előtt, nem értem. Az a baj, hogy jó, az ide néz. Máshol, máshol. De. Nem jó, nem jó. M eszeveszett tempóban jön utánam. De hát nincs bírás, gyerekek. Nincs bírás. Jó az X. Jó, hát legalább akár a vakbelem nevet egy picit, kis kárörvendés, de ennyi. Mennyit lőttem? Túl sokat, nem mi? 3200, az már igazából a elfogadható kategória, bár ezzel a tankkal azért nem ártal a többet, na mindegy. Ó, közben tudunk haladni egy kicsit a lises evendőben, ha az első stage-et ki is pipáltam, vagy hát a tankot romba. Hát igen, FPS dropok mindig vannak, pláne az új pályákon. No gyerekek, még egy pici reklám, jó? Csak gyorsan, amíg fejre nem állt tőle a képmegosztásom. Jó, tehát 14-től 30-ig ebben a hónapban, gyakorlatilag ugye még 7 napon keresztül, háromfajta ajánlattal tudunk találkozni. Van egy állandó pont visszatérítési garancia, ugye... Ez a vásárlásokra vonatkozik, 30% az elsőnél, és 15% a többinél, egy Huawei pont az 1 forint gyakorlatilag, tehát 1000 forintért veszel valamit, 300 Huawei pontot tudsz begyűjteni a vásárlás után, és rá is kell menni, hogy igényled. Jó, úgy lesz a tiéd, ezt későbbiekben be tudod váltani, tudsz belőle effektíve vásárolni, hiszen pénznek számít. Kettes ajánlat, napi maximum 3 pörgetésed lehet, minden gyakorlatilag 1 eurós vásárlás után. Itt tök értékes és jó nyeremények vannak, van 500 eurós kupon, 5 eurós kupon, és a többi, látjátok, karóra, óra, füles, és akkor a hármas ajánlat, az pedig egy gyakorlatilag összegyűjtő sztori, ahol ugye, ahogy éred el a költések szerinti szintet, úgy kapod a ajándékot, itt Huawei füles is elérhető, telefon, két különböző félefajta tablet, és kisebb kuponok is, úgyhogy nagyon jó kis nyári akciózás van az AppGallery-n keresztül, érdemes rá csattanni, hogyha költetek a játékra. Jó, én azt mondom, hogyha nem, akkor is vannak jó ajánlatok, amik ugye már mondtam és mutattam, hogy elérhetőek, itt a 8 éves fül alatt talán, azt mondja, hogy hol volt az, vagy itt a tankoknál, vagy a goldnál, nem, akkor itt a legtetején, a százalékos kis bilétásnál talán, mindjárt megtalálom. T54 titán kinek lett meg? Itt a 8-asnál a bonus level event nél ugye ezek a fajta gold generátoros csomagok, azokra érdemes lecsapni, ott van jó ajánlat, ezt tudom javasolni annak, aki goldot szeretne. No, srácok, megyünk még egy pár kört, még a Type 71-essel is. Aztán, hogyha nincs kérdés, akkor lassan bezár a bazár. Nagyon sok minden jött most ugye a játékban, az utóbbi időben van új aim rendszerünk, vannak új pályák, ugye itt vannak az új japán heavy-k,
Most bejött ez a C52-től is, mi egymás, mi egymás, mi egymás. Úgyhogy van bőven tartalomra tűzött sztori, csak győzzétek kívánni, meg én is győzzem idővel. Szia Max, cső hurkesz, hello srácok! Megjött a BHBP krémje, hello, hello. No, japán kis szumósommal megeresztem itt a levet, meg lehet. Amely lehet. Dagadt testébével. Koncept 1 Béla. Ú, de jó kis 78-ast vágtam rá, te. Mindenki szétlövi cserébe. Ez az én érdemem. Nagyon jó kis becsapós frontunk van ezzel a Type 71-jel. Ugye gyakorlatilag a felső front az kifejezetten erős. Átlag fölött most talán meg is tudom mutatni a másik Type 71-et. Nyilván ez főleg hevik és medek ellen véd. Látjátok, AP-val basszus. Ez egy pont el sikerült találnom azt a csíkot. Hát ilyen szögből már AP-val vihető a hasa is. De marha jó páncélunk van. Ezt érdemes minden csatában nyilván rendeltetésszerűen használni. Huldánban szinte legyőzhetetlen ez a tank, azt hiszem. Gondolok itt főképp arra, hogy többi heavy ellen. Mindig random pattanó volt. Pont nincs meg. E5-nek is gondol, okoz egy kis fejtörést. Nagyon pici az alsó lemez. Mert az E5 is szenved vele. Nyilván neki hájroldom. Természet jellegűen. Jó kis csata lett volna ellene, hogyha az E5 nem jön. Jó, Max már megérkezett, azt hiszem. Toggal? Még nincs meg, Geri. Még nincs meg. Az a baj. Még itt... nézd meg, Battle Pass-ra, kérek szépen, még csak a 22-es szinte járok ezzel. Bele kell húznom, basszus. Kicsit le vagyok maradva itt a dolgokkal. Hát volt sajnos más egyéb tennivaló. Úgyhogy hát sorry, de az még le vagyok egy kicsit maradva. Úgyhogy menjünk még egyet az STB-vel, jó srácok, és akkor annyi igazából mára. FV mennyire lesz OP, és tárral, nincs tárral a kövi percben. Hogy őszinte legyek, Gergő, nem nagyon láttam arról az infókat, hogy változik-e az alfája, átütése, reloadja, bármilyen reloadja nyilván változik, intraclip gondolom nő. Nem tudom, hogy miképp változik pontosan. Megvan a Kampfpanzer szerintem, hogyha a 9-esre gondolsz már ki.
Olyan jó lenne, hogyha nem állnál bele a seggembe, öreg, annyira király lett volna. Akkor lehet, hogy nem lőnek szét. Istenem. Ez a 70-es? Ez 50-es meg van. Ez tír hanyas? Segíts már, Mikey. Teljesen vakon vagyunk. Hát ez a 260 most nem jár jól velem. Nincs jó páncélod, öreg. Hidd el nekem. Na, ilyen páncél rágulul. Igen, az a baj a 260-nal, hogy ez egy igazi kis rohamtank. Tehát az a... Ó, Isten. Hát ez is nagyon hiányzott. Ez van még valami? Touch. És jó. Hát ez így érdekes lesz, pláne, hogy nekünk nincs tankunk. Különböző destilláció. Van. Ó. Ez baj. Jó, klassz. Kranyó jeg, FV hol van? Talán nem vagyok spoton. 260, volt egy kicsit a fej. Ezt nem mondod, hogy spoton volt a végig. Hú, gyerekek. Hát én esküszöm, nem tudom, miről beszélsz. Az király úr, kösz. Na, mennyi mindent tudtok, srácok. Kollektor tízes. Nincs itt nekem kapcsolat, az erőcentő. Most lehet, hogy csak szivatsz, vagy... Vagy teljesen... Nem értem, hogy miről van szó. Mindegy. Küldj képet. Jónál is lesz update. Vagykó. Szevasz. Szevasz, öreg. Hello, hello, de sokan lettünk. Kövi update-tel kapcsolatban azért még föl kell zárkóznom. Jó, srácok, úgyhogy azt illetően legyetek türelemmel. Az például egy tök jó témája lehetne a következőnek, mert meglátjuk, hogy mit dob a gép ezt illetően. Igazából a szülinapi sztoriról most ennyit. Látjátok, hogy mik az akciók. Jó, tehát van ugye a kétfajta kis eventünk, az egyik, ahol damage-elni kell, a másik, ahol a vásárlások után kapjátok a tokeneket, és azzal tudtok okoskodni. Lehet szerezni a High Score nevezetű tankot, vannak szülinapi ajándékok, attól függően, hogy mennyi évet, mennyi időt öltetek bele a játékba, vagy hát szimplán csak, hogy mikori az akunt, illetve vannak ugye a nagyobb eseményekhez kapcsolódó leárazások is, mind kreditbe, mind XP-be, mind equipmentbe, mind garage slotba, mind mindenbe. Úgyhogy nagyjából erre lehet számítani a születésnap kapcsán, csak kimondom, és hát a Galerinek is van ugye egy tök jó leárazása, ugye, amiről már beszéltem nektek.
ezt az ongalerin keresztül tökéletes mértékben és módon eléritek. Most újra nem fogom megmutatni, de ott is érdemes gondolkozni. Hogyha mindenféleképpen vásárláson jár az eszetek, akkor mindenképpen Upgallerin keresztül tegyétek. Egy, mert olcsóbb, kettő, mely Huawei pontokat kaptok vissza, három, meg mert még pörgetni is tudtok külön az akciókért. Most már csak megmutatom, mert most így érthetetlen, amit mondok. Kedves iPad, elfordulsz? Kedves iPad, elfordulsz? Vagy nem fordulsz? Jó, tehát ez az első vásárlás 30%, utána 15%. Itt a pörgetős sztori, napi maximum 3-1 eurónként, és akkor itt pedig lehet gyűjteni a rewardokat nagyon tömören. Jó, így néz ki a sztori a Huawei Upgallery részéről, amit külön köszönünk nekik. Nagy ajándék, nagy üdítő. Igen, amúgy annyi, hogy évenként azért lehetne nagyobb különbség, ebben igazad van, Max, de hát most ajándéklónak ne nézzük a fogát, azt mondom. Ja, hogy te ilyeneket mondasz nekem, Mikey, hogy itt van egy láda. Hát figyeljetek, ezt senkinek se ajánlom, hogy most rámenjen. Tényleg itt van a Kampfanzer 50-te. Ez egy új kis tank. Ez amúgy a nagyboton 9-es prémium, vagy egy reward tank, úgymond. Ezt lehetett kapni, azt hiszem az első Battle Passér még, ami volt nagyboton. Köszönöm, Mikey. Igen. Hát itt nem néz ki olyan jól szegénykém. De mennyi az alfája ennek itt? 20 agyus védés, 8 fok, az nem rossz, toronypáncél, 245, nem rossz. Igazából egy ilyen kis oroszos német tier 10-es med. Emiatt szerintem senki nem menjen rá erre a ládára, mert egy év múlva úgyis benne lesz 15 ezer goldér, vagy annyiért sem, mint most a 260-a shopba. Úgyhogy emiatt nem érdemes látni, de mostanában nagyon sok új tankot dobnak be, basszus, alig győzem kapkodni a fejem. Itt volt az a Type 57, a Keiler, az a Kampfpanzer, akkor most a Highscore, mint kisebb tírű, a T-54 Titán. Tényleg kaptam egyáltalán ahhoz kulcsokat? Ezt nézzük már meg. Nézzük már meg. Nem kaptam. Lehet, hogy már nem lehet. Hogy ládát hozzá. Az elején még kaptam hozzá ládákat, most meg már nem látok tért. Igazából onnan lehetne látni ládát, hogy ilyen időlejáratos nem dobálja ide. Pedig az még jó pofa. Jó, nem egy nagy cucc, mindegy. Evan. Na gyerekek, jó, köszönöm szépen a Mikey a felvilágosít, ezt észre se vettem. Élvezzétek ki akkor a szülinapot, és ahogy a leírásban is leírtam, én igazából azt szeretném megköszönni a játéknak, hogy ennyi csodálatos és klassz embert megismertem általa, amit soha nem is gondoltam volna, és köszönöm, hogy ti pedig ma itt voltatok velem, és itt szoktatok lenni velem amúgy is, úgyhogy nektek is óriási respekt, hogy szálltok rám időt és energiát. Srácok, legközelebb további szép estét, szeressétek a szeretteiteket, és ma már lehetőleg ne tankozzatok. Jó, majd holnap. Köszönöm szépen, sziasztok!